Jó reggelt, kívánok! Szevasz! Ti hogy aludt? Hogy aludtál? Hogy aludtatok? Te, Szabi? Hallottam, hogy Szabi nagyon jól aludt. Na, tegnap sikerrel felvettük a Székely Magyar új részét, amit már két hónapja veszünk. Négy. Se. Sajnos. Sajnos. Szabi mindig elalsz. Jó, bálfesz. De várj, neked Timi visszajött? Nekem nem jött vissza Timi. Most szórakoztam. Én azt hittem, hogy annyira lazán leültél, hogy fent van, alszik, megbeszéltétek. Miért érzem rajtad a sprémet? Nem érzem. Az egyiken a papucsom. Te miről beszélsz? Nem érezheted rajtam. Ez a tusfürdő? Figyeljetek, milyen tusfürdő? Old Spice. Akkor azért. Most ő tényleg nem jött vissza? Ő tényleg nincs itt. Hova indulhatott el? Nekem a napokban említette azt, hogy Erdélyben van egy ismerősöm. Szóval ez lehet, hogy egy ürügy volt, hogy most elmegy, de elment. Ő felfogta agyilag, hogy Erdély mekkora? Hogy Erdély nem ez a falu, most vagyunk. Ő azt hittem, hogy ez szerintem egy város. Fixán jött ért egy autó, mert egy ismerős is ja, elmegy. Na jó, de figyeljetek már, azért nem kitolta itt félzegykor itt kitolta azért a bőröndöt, lehúzta azért domboldalon. De mondom, ide jött egy kocsi és elvitte valószínűleg. Hát miért? Megoldja magának felnőtt ember. Na hát én is ezen az elven vagyok. Viszont te rá vagy? Igen. De most nem, verseny, ezt mondom, ha én el akarnék menni, akkor miért akarnám, hogy visszahúzzatok, vagy vissza... Hát mert tudod, megyek. Igen, mert ezért ennek a korosztálynak azért ez jellemző a... Elmegyek, és akkor a sarokban hát az ilyen meg is érdemli, hogy ott hagyják. Ezzel szemben én azért picit aggódom. Majd ha lesz gyereked. De most egyébként nincs valamelyik kocsiban? Nem? Persze, a fagyba. Biztos, hogy nem. A mínusz fogba. Tíz nap, 10 kaland, 10 feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve kupa. Az eredmény a következőképpen néz ki. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, itt vagyok a megfáradt öreg Bálinttal, aki a helyi kutyát beidomította. Jó reggelt, sziasztok, elérkezünk a 9. naphoz. Ma a srácok és a lányok hószánozni fognak, ott fognak különböző versenyfeladatokat végrehajtani. Szerintem az egyik legizgalmasabb program lesz, hanem te is jössz. Viszont tegnap voltak történések, Bente. Hát igen, különböző izgalmas dolgok történtek. Például ugye Rebekával elsők lettünk, és a tegnap meg lett beszélve, hogy a második és a harmadik csapat párt fog a mai napra cserélni, úgyhogy mai nap Patrik vagy Dominikkal vagy a Szabival lesz. Igazából. Szóval valamelyikőtök egyedül fog maradni, mert Tímea ugye ezen a napon sajnos nincsen, mert ő tegnap éjszaka elindult haza, emiatt azért érzékeltő egy bizonyos feszültség a csapaton belül, de most el kell döntsük azt, hogy Patrik kivel lesz, Szabival vagy Dominikkal. De akkor mi leszünk egyedül? Vagy én leszek egyedül, vagy Szabi? Nem tudtuk még, hogy Tímea el fog este menni, és ez már délután ki lett találva. Szabolcs fogja az Éretlen Bicska csapatot képezni, és Dominik pedig egyedül a fogatlan vámpirokat fogja reprezentálni. Szépen, hogy újra itt lehetünk, és hogy felviszel minket, mert szerintem a hátsó mellett fel kéne gyalogolni. És egy mehetünk fel a... Indulhatunk, persze, ott áll az autó, de van egy utasotok is. Még plusz. Valakit úgy tűnik, hogy hiányzik. Hát aki az éjjel talán ére kódorgott, és bekopogott hozzá. Ki a Timi? Ide jön? Itt van fönt a hosszik. Egyetek, hagyjatok engem. Hol van? Timi elvégben itt van. Timi! Van? Timi! Nem értem én sem. Tényleg itt van! Bár itt gyere már! Mi van? Te hogy jöttél ide? Hát te só! Na jó, hallod? Fusson utánad legközebb, akinek három anyja van, jó? Itt egyedül elúszhattam. Na jó, gyere lefele, mert akkor viszont feladat van. Patrik, visszakaptad a csapattársadat. Nem, ugye. Ja nem! Marad. Bocsánat, valaki visszakapta a csapattársát. Gyere, Timi! Gyere, Timi! Fusaim kellenek majd még. Szia, Timi! Szia, Timi! Hogy vagy? Kialudtam magam végre. Hangosan! Jó, akkor... Jó, ma nem vagyunk együtt. Mert? Ja, ez alatt még van egy pulcsi, de ennyi.
az alatt meg semmi. A f***omat nézegeted, hogy mi van? Te boxerbe jöttél el? Abba. Na add át nagyon gyorsan. Én az a baj, hogy nem akarok a Patrikkal lenni, és a Timivel. Én a Dominikkal szeretnék lenni, mert ő a csapattársam, de mivel hogy ez volt a nehezítés, azért most így... Hallod? Nem beszélünk össze valamit? Mit? Nem tudom, hogy mondjuk... Mondjuk hadd legyek Szabival. és k***ünk Patrikkal direkt, mi? Nem, az a baj, hogy ezt úgy sem engedik meg, mert tudják, hogy zavar minket most. Majd legyen az, hogy megmarad ez, hogy ő van Patrikkal, én meg Timivel, de hogy amúgy meg mégse. Nem tudom ezt, hogy lehetne megoldani. De hogy, ja nem tudom, hogy érted, az fogják mondani, hogy Szabát jót megy, meg Patrik is, de az mégis hozzá fog menni. De hogy a Timi, azt nem azzal akar meg trükközni, hogy a Timi meg direkt rosszat megy, érted? Elindultak a fiatalok, felcsaptak minket a kapotások a hátába. Engem fölviszel, elférek ki. Jó! János tették! Megvettem a cuccomat! Szállítunk! Géza bácsi fel fog jönni, utasokat kaptunk, összehúzottunk és haladunk tovább a hidegbe. Így van. Összeálltunk mi lovak a hidegbe azért. És milyen lovak? Az izlandi lovak. Igen. Semmi gond, vissza kell fordulni. Visszamegy. Hát hogy nem tudna visszafordulni? Gyertek, segíjetek, én diktálok, ti csináljátok. Szálljunk szaki. Gyere, Patriké! Jó, oké! Mehetetek segre! Melyik felé kell sűrűnni? Úgy kiszedjük a hóból! Hát azért van aki a hóláncokat gyakorlatilag összerakja, aki gyártja. Nézd oda! Hogy le tudtam volna tépni a fékszenzorodat, hogy nem marad semmi belőle. Köszönöm szépen, akkor ez használható ezek után. Várjál csak! A fiúk van kiktáló, és te csinálod, te üljél be! Légy szíves! A kormányt hagyd így, szedd arra fel egészen, ti átjöztök erre! Várjatok csak! Ülj be te, üljél be! Nem kell levenni! Tolni kell arra, állj félre, van rád tolja! Előre, ne hátra menj! Elé felé tette az autót, hogy húzzon előre! Leesett a lánc! Nem van, toljuk egy kicsit ki! Előre! Jövőj! Álljál! Hát akkor most már értem, hogy miért mondták, hogy ne jöjjünk fel a mi autóinkkal. Szedd arra a kormány, de ne menj sehova! Most menj! Ennyi... Na! Tiszteletem! Jó egészséget! Jó egészséget! Egy jó pálinkát? Pálinkát? Hát na, ha van! Égy jó múlva! Hát mi Patrik, szedjed ki a táskából! Kínáljad meg, légy szíves! Mi sem ezt! Sem pálinkát el kell venni! De... Te csak az íze kedvéért! Nem, azt úgy mondják Egerben, a szám ízié! Na! Szállt Patrik ökörizik magába, hogy utána azért majd... Egészséget kívánok! Egészséget kívánok! De hát ott az éveknek a rutin meg a... Nem! Ennyi lemegy! Jaj! A kevés! Van egy kérdésem! Na! A Skót miért nem tud jó kávét inni? Miért?
azért ne gondolkozzak, hogy nehogy elbasszett. Azért, mert kettővel szereti, két kocka cukorka. Otthon egyel izza, és idegenben három. Jó, érdekes megmondtam. Ott ül Dezsőben. Itt vagyok. A lányaim megismertek! Jádrágor úr! Vagyunk lányokkal itt! A lányok megismertek hátul! Jaj, kicsi! Kicsi is van, de van egy csomó! Fönt találkozunk! Hát az erdőre jössz még ott is! Na nézd meg, a medvét fölismerik, meg a Dezsőbetét! Géza bátyám, milyen rakban van? Én? Figyelj ide! 81 óta van odafönn egy menedékház, az gondolom. Na, számíts ki, hány esztet? Mikor csináltak téged? Mikor? 90 májban? Ők többször megpróbálták, és akkor összejött. Ez sikerült belőle? Ez sikerült így 87-ben összekukázni. Hát mindegy, abban a rendszerben még. Máskülönben hova valók vagytok? Szeged, Budapest, Szombathely, Békés Csaba, és hát itt van, jobbra magától. Sepsiszentgyörgyiek vagyunk. Akkor azért ittam te belőle a pálinkámos, ezek nem ittam. Én már ittam belőle, végig. Hát de nem láttuk, ő kóbász szeret inkább enni, mint pálinkát. Hát akkor az nem magyar. A tót. A tót, igen. De nem Békésem azt lettem. Hát. Veszprémben. És Heredben éltem. Onnan port, megkavartak! Megkavartak téged becsületesen! És mi a, és fönt azért ebben a menedékházban azért történtek dolgok az elmúlt óvatos... Ha... Mindjárt 40 éve. Mindjárt 40 éve. Köszönöm szépen a kollégámnak. Kedvenc történet? Meg kell kérdezni Cepit. Nem merem. Miért? Hát biztos, hogy nem meri hát elmondani. Aztán... Hát... Ő is vendégem volt egészen 90-ig, 92, 94, 95-ig, még akkor is ott szilveszterezett. Ez komolyan, itt lakok, most itt laktam Erdélyben, de még... Hát most már Pesti vagánygyerek lett ilyen flaszterpatkányban. Srácok, egy kicsi figyelmet kérek, most beszéltem a hegyi mentőszolgálattal. Rossz, és mondták, hogy két medvét láttak, nem minden, nem messze, úgyhogy kell majd figyeljük rájuk, hogy nagy megtámadjanak. Géza bácsi is majd ezt mondta, nem? Géza bácsi azt mondta, hogy ide medve nem jön. Hát itt ide nem jön föl, azok len vannak, nem jön föl. Túl nagy a hó neki. Géza bácsi, aki egyébként 92 évesen úszált le a Jeep hátuljáról, mint én soha. Hát a mai napon Szabó Gergő barátommal fogunk titeket kalauzolni a Malarecsi Hargit a hegycsúcsán. Szabó Gergő Magyarországról, az én nevem pedig Jakab Attila Jakszi, én vagyok a hegyi túravezető, megyünk egy út mára, remélem. Fuha, azért egyébként itt a társaság ilyen összeállítás ilyetében nem próbáltat, tehát azért remélem, hogy nem lesz senkinek baj, a Timi az egy kicsit félt is tőle, hogy föl fog borulni. Tehát mindenki tud, de lehet borulni, nem tetszőjük. A borulás az hamar összejön, hogyha nem úgy vezetjük a szánt, ahogy mi. Fogunk tartani mindenkinek egy kis instrukciót, és az első egy kilométeren már azért mindenki megérezze, hogy megérzi, jó, hogy jó. Is mozognak a szerkezetek. Na jó, van, várjuk, hagyjad. Én próbáltam. Ezt próbáltam. Te leszel az expert. Na, mi nyáron végig cseckizünk, és ez kb. Hasonló. Szűz hova? Hasonló, de nem ilyen. Hát mi télen-nyáron mozgásban vagyunk. Télen hosszán, motortúra, szeges gumikkal, meg téli vági túra, side by side. Na, srácok, itt vannak a sisakok. Ezt kötelező mindenki fejre rakja, jó? Mindenki fogjon meg egyet. Hátul kitekeritek, felrakjátok, meghúzod és utána betekered. Ez nem fog kellene. A hajamat lejjebb kellene kötni. Szemüveget szerintem igen. A szemüveget azt majd csak akkor tesszük fel, mikor felültünk a szára, jó? Hogy ne párásodjon be. Megfogod, amíg ezt. Azt majd rak le. Hogyha látsz, nem mész neki medvének, jó? Nem megyek neki. Oké. Na és akkor megyünk ki lassan a parkolóba, a szárak már készen vannak. Remélem, hogy fel vagytok készülve. Olyan lesz, mint az orosz tundrán. Kesztyűt meg kell húzni? Kesztyűt azt majd hozok, kint van az autó. Jó, lehet, igen, azért jó lenne, meghúzzuk. Ne repüljön ki a fejedből, hogyha dobsz egy kecskebukát.
Gyönyörű, hátul is? Hátul bekavartad? Még nem. Ennyi, szuper. A szemüveget majd akkor rakod fel, mikor a szállon ülsz és megadom a startot, jó? Ja. Na, szóval a Pető Panziótól indulunk, ez itt a bázis. Innen indul minden túránk és itt is ér véget. Láttátok a kilátást a Kárpátokra? Igen, nagyon szép, csak kár, hogy nem süt a nap. Nem süt a nap, de reméljük, hogy délutánra kitisztul. Most mondja a kollega, hogy neki fogod havazni. Úgyhogy gyönyörű lesz a helyzet. Megérkeztünk a szánokos, srácok. Egy ember tud menni egyedül abban a túlsó kis szánnal, aki fel van készülve egy 140 lóerős gépszörnyetegre. Bőven. Bőven. Foglald el a helyet, barátkozzál vele. Akkor kettesivel ülünk fel ezekre a 2020-as Lynx hómotorokra. Ezek vadonatújak. Nagyon kell vigyázni, srácok, hogy ne törjük össze. Hány lóerő? Hát ez ilyen 100 lóerő, most egy picit vissza van butítva. Azért, hogy azért ne álljon így gyertyába fel folyamatosan. Úgyhogy kicsit vigyázós. Az első 1 kilométerbe, 2-ben megérzed, hogy kanyarodik, hogy fordul, és akkor már nagyon kényelmesen tudsz vele motorozni. Kezdek én. Az a lényeg, hogy az utas együtt kell mozogjon a sofőrrel, jó? A pilótával. Jobbra, balra, szinkronba, és akkor nincsen probléma. Na jó, gyertek, mindenki foglalja el helyét. Kaphatok akkor egy kesztyűt. Igen, már is hozom a kesztyűt. Bármelyikre rá lehet ülni? Gyere, kezdjük nálad, jó? Látom, hogy te már nagyon fel vagy pörögve. Én mindig. Kezed a járomba. Ilyen jetski feeling. Ez jetski, full jetski a téma. Csak annyi, hogy nem úgy viselkedik, mint a jetski. Jó? Első legfontosabb dolog, fék. Bal kéz a fék. Jobb kéz a gáz. Hüvelyik ujja, nyomod a gázt, finoman nyomjuk. Nem öblögetünk, hanem megnyomod a gázt, és az automata szépen nyit, és mész vele, jó? Piros gomb vészleállító, ez nem csak akkor kell lenyomni, mikor vészhelyzet van, hanem mikor megállunk, akkor is a piros gombbal állítod le a számot. Ja. Jó? Indításnál a piros gombot felhúzzuk, és narancssárga gombbal indul bal kézen. És be is indult a szerkezet. Látjátok, négy ütemű szám, teljesen természetbarát, nem püstöl, nem pöfög és hal. Bármi gondod van a piros gombot, hogy a leütted és a féket behúztad, kb. Egy másodpercen belül a szám megáll. Okay. Aki hátul ül, neki milyen tudással kell rendelkezni addig, ameddig? Bizalom! Igen, a bizalom az nagyon fontos, és ez amit mond... bizalom, ez vakmerőség, nem? Ez hülyeség. Hát nem hülyeség. Hát a Bálint mögé beülni, azt hittem. Lehet. Az a lényeg, hogy amerre kanyarodtok, arrafele ki kell ülni. Úgyhogy ennyi a téma. Ha balra mentek, balra átsúlyozzátok, és akkor nincsen gond. De van úgy, hogy balra mentek, és jobbra el fogtok repülni, hogyha nem figyeltek oda. A hüvelyik ujja, nyomod a gázt. Nagyon szépen, folyamatosan, mert elég agresszív ez a dangú. Jó. Ez egy 120 lőerős versenyszám, úgyhogy ebben nagyon kell vigyázni. Piros gomb vészleállító, indításnál ebbe a pozícióba kapcsolod, és szürke gombbal fogsz. Piros gombot megütted, és a szám. Milyen hangja van? Ugye a Szabijén nincs eco mód. Nem környezetbarát, tehát ő a környezetre ártalmas. A környezetünkre. Hát biztos, hogy ártalmas lesz, mert a fél erdőt kiszántja, amikor leesik róla. Gúrjad a hangot! Megtettük az első 500 métert, hogy érzed, mi a helyzet? Nagyon jó, az elején az indulásnál majdnem be is burultunk, de amúgy... Már az indulásnál? Azért, mert ugye volt egy kicsit illedés, aztán gyorsan oda terheltünk, aztán jó volt, de most már érzem, meg láttam, hogy te is merre terheltél. Így van, jobbra meg balra, az ki kell ülni, az nagyon fontos. Most már megvan. Nagyon jó hallom. Hogy tolod? Érezed most már? Most az előbb próbáltam, egy kicsit fölálltam, mondom. De az tényleg a kanyaroknál azt is azért oda kell dőlni, mert... Oda kell rakni a testsúlyt. Ja. De akkor jó, kényelmesek vagyunk. Nagyon jó. Kormány meleg, minden szuper. Nagyon durván. Mi lesz a feladat? Az első feladat, amit meg kell csinálni, illetve a feladat, inkább így kérdezem. Az lesz a feladatotok, azt találtam ki, hogy innen lentről, lent vagyunk olyan 1000 méteren, fel kell menni egy 8300 méterre, ott van egy fa. Egy faház. Igen. Jó? Igen. És abban kell csinálni egy képet, meg kell találni, hol a ház.
kell csinálni egy képet, és vissza kell jönni időre. Jó, azt beszéljük meg, hogy a házat úgy kell, hogy a háznál meg kell állni, tehát nem az, hogy messziről látod és lefotózod, hanem szállsz ilyen szűzhóba, és felmegy az oknitba a hóért. Oké. Okay. Hát ez van, de ez persze, de muszáj, mert egyébként ennyit lősz, egyet rázumolsz, azt mondod, és rajta kell legyen a szán és a ház, úgyhogy igen, le kell szállni. Az látszik, hogyha rázumolsz, azt tudod. Nem baj, így kell megcsinálni. Jó, kész. Innen egy olyan 2 kilométernyire van keletre a ház, úgyhogy meg fogjátok azt találni. Szuper. Mellé rakod a szánt, egy fotó, és jössz vissza, jó? Jó, jó. Ez a lényeg. Okay, innen fogunk időre mérni. Ugyanúgy van a pontozás, mint tegnap, hogy kicsit izgalmasabb. 963. 963, leggyorsabb 9, utána 6 és 3. Úgyhogy rendben. Indítsuk a csapatokat. A kollégám fog vigyázni rátok, Szabó Bergő hátulról, és akkor nyomulunk. Gyönyörűen havaz, ez a Hargita. 1000 méterről menjünk fel már 1004-re, és onnan majd 1008-ra. Jó, gyerünk! Na figyelj! Timiék elindultak, robognak, mint az állat, idő, idejük pörög, közben Patrik fölkészül, lássuk, mennyi lesz ebből. Nem mondom, hogy nincsen hideg, de itt valahol a hideg és a meleg közt érzem jelenleg magam. Meleg közt azért, mert leizzadtam teljesen, és a kezem is megázott, és a testem hőt termel, de hogy Szabi... Hey!
Jó vagytok? Jó vagytok? Biztos? Három, kettő, egy! Egy nagy gáz! Húzzad! Húzzad! Szeretném külön megköszönni Németh Bálintnak és László Patriknak, hogy csak háromszor dobtak le. Hát ez jelzés volt az is. Csak annyi a különbség, hogy Bálint nem tudta visszafordatni a gépet, viszont Patrik az igen. Na. Úgy döltünk el, mint egy rossz rajzfilm. Gyerekek! Nagyon szépen ment, csak nagyon lassan. Ez a rény. Köszönjük szépen, gyerekek, szép volt! Köszönjük szépen a tapnak! Szevasz, tesó! Mondom az előzményeket. Patrik szeretné kipróbálni a snowboardomat majd, viszont én nem vagyok hajlandó levenni a bakancsolt, mert egy óra volt felszemenni a lábamra. Úgyhogy most megnézi Patrik,
hogy bele tud-e bújni a snowboard bakancs nélkül az ő sima cipőjével. Úgyhogy tessék mozni. Nem edzőcipő, hanem téli edzőcipő. Igen. Igen, miért valaki azt mondaná, ez nem edzőcipő, mivel recés talpon van. Ez milyen edzőcipő? Hát... Egy recés talpú edzőcipő. Hú, nem. Fűzött az a közben szemben. Ja. Az, nézek, bőven jó. Láttam. Hogy kell cipőt kötni? Valaki nem köti be neked? Nem. Könnyű utat lesz, én már látom. Megvan? Snowboardoztál? Soha életemben. Még korcsolyázni se korcsolyáztam. Hát akkor meg főleg. Én csak motoron... Akkor hiába adom oda... Az lenne a kérdésem, hogy csak azt költ be. Húzd rá. Fel fog menni, én nekem szépen megvan a szettem hozzá, te viszont a kis... De miből szűrted le, hogy én bal legyen? Ebben. Hát... Meg úgy más. Hát ugye az elmúlt napomból így leszűrtem, hogy... Nem viccelek. Aha. El fogunk indulni Oroszhegyre. Oroszhegyről elviekben 3 vagy 4 oroszlány rajongó vár ránk. Ti még gyere, elmondod, hogy mi volt? Hát az alapkoncepció igen az igen, volt, az hogy találkozni szeretnénk, nézőink el most! Igen. Most! És hát kiírtuk Instára, hogy találkozatok velünk, hol vagytok. Nagy meglepetésünkre egyébként írtak Budapestről, írtak Németországból, Kínából. Na, elindultunk. Borzasztó komoly. Havazás van, Oroszhegyre megyünk először. Timi, mi van Oroszhegyen? Mit szerveztél oda? Én nem értem, 30 másodpercenként változik a történet, mert mindenki szervez mindent. Elvileg egy 3-as-4-es lánycsapat is úton van oda, és egy lány a barátjával pedig már ott van a központban. Nem tudom, mivel nincs térerő ezen a csodálatos faluban, és elment minden. Reméljük van ott valaki, és nem kongülesség fogott válni minket ígéretekkel. Jó. Aztán, egyébként nagyon sokan írtak, nagyon sokan írtatok arra a kérdésre, hogy egyébként a tipikus videós butaság, de egyébként de nagyon sokan írtatok azokra, hogy a Bence és Timi kiraktak sztorit, hogy akkor ki az, aki itt lakik a környékben. Írtak, nagyon sok olyat kaptunk, hogy Budapest. Hogy Budapest is, majd visszamegyünk és akkor ott is lehet velük találkozni. De most itt tényleg kíváncsiak vagyunk arra, hogy ilyen kicsi faluba. 5 percen belül. 5 percen belül, akik itt vannak, és ki az, kivel lehet találkozni. Egyébként én ebben a helyzetben, mert ez a lány 18 éves. Én mondjuk 2 évvel ezelőtt, hogyha valaki kiírta volna, hogy ott van, ahol én lakok, szerintem nekem nem lenne bátorságom. Szerintem. Belennék csak vízva rendesen. Egyébként képzeljétek el, hogy azt én neked sem mondtam, hogy egyik este én ugye eljöttem egy picit, itt így beültem az autóba, beraktam a régi retro zenémet, elkezdtem hallgatni, és hogy autókáztam minden szombat este, és egyszer csak leintettek. Állj szél, no, legé, már remény! Á, udvarhely! Mondom, nem, székelyszeg. Á, jó, de kocsmában viszi rád még, adunk neked 20 lejt. Á, mondom, ne adjál 20 lejt. De, legé, adunk 20 lejt, viszunk már ezért csikit, na, odá, viszunk egy csikit. Á, mondom, de nem kell, de gyertek, és már ültek benne az autóba.
elmondanám, hogy hátra beült a haverja, aki így, így a fél úton egyszer csak fogta magát, és kiszállt az autóból, hogy te jó Isten, nálam nincsen lej, nem megyek sehova veled. És kiszállt az autóból így a puszta közepén. Nem is értettem, de azért vannak furcsa szokások. Miért? Ott a templom! Na, oda megyünk el. E? E. E helyt vagy a hajt, Patrik? Itt hát ott van. Na, gyere, Patrik. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Sziasztok! Hello! Sziasztok! Andris fény! Gyertek fény! Sziasztok! Sziasztok! És itt van Patrik is! Hello! Hello! Sziasztok, gyertek! Majdnem leütöttem! Hello! Hol vagyunk? Meséljétek el! Orosz hegyen vagyunk? Igen. Én azt tudom, jöttem Bálint. Nem volt egyszerű, azt kell mondjam, nem volt egyszerű. Olyanokat írtak nekem, én visszaírta neki, azt mondja, Pesten lakom. Gyere. Közös kép mindenki. Kit akartad, Bálint, a fény a lábaddal? Bocsánat. Na gyertek, nagy közös mindenki, gyere. Várjatok egyet az én telommal is csináljunk. Gyere, Szabi, Dominik. Gyertek már egy. Mindenki be a hátamba. Mert vagytok, mindenki ott van? Gyere, Rebecca! I am the biggest fan! Mert? Mennyire várjátok a szűrészeket? Ugye, és mindannyian itt laktok? Igen! Itt? Itt? Én várjátok már, ez egy kórus? Ez a székely lány kórus, aki itt megjelent? Kinek szolgáltok fotóval? Igen. Mindenkinek! Na jó, akkor Bence, kezd meg a sort. No, hát én nem tudom. Figyeljetek már, még közben lehet kérdezni, hogy kinek melyik rész volt a kedvenc, amit néztek? Nekem a második. Közben? Nekem, amikor összehőtöztek. Igen! Nekem jó volt. Vagy amikor Bence kibékült a Szabival. Aha. Te meglepődtél azon, hogy Szabi visszatért a sorozatba? Igen. Na gyer! Azt egy olyannak szántuk, hogy amikor kinyílik az ajtót, tényleg meglepődjenek. Igen, jött egy hosszú hajú srác is így. Igen, a Szabi ez egy picit másképp nézett ki, mint gyere ide, gyere ide, mutat, nézzük meg, tehát hogy most nézd meg, hogy milyen csinos. Nézd meg, a haja is. Csak ilyen. Mondanám, hogy a fuchsok fel vannak rakva, tehát itt azért nem viccelünk. Amúgy az, hogy Erdélyben itt kint nyomjuk a hóesésbe, hogy jöttünk, itt van a... Ez egy random közönség talán. Akik ez egy randi? Érted? Ja, mi belejöttünk a randiba, kamerával. Ne. Hát ő szerelmes. Tényleg randisztok? Élnek a szerelem. Érted? Ja, Gerle, pár este mi más csinálnának? Eljegyzés? Mikor? Ja, nem, bocsánat. Nyilván gyermekáldást megvárjátok előtte. És olyan, Timinek valami jó kis paraszt legény nem lehetne beintézni, amit tényleg tud traktort vezetni ganyétány. Vannak jók, akik itt... Még a kutya is elmentélek. Nincsenek. Mikor gyerünk, álljon körbevetni. Rohamozzád. Elmondanám, hogy most már Patrik is szeretne a Budapestbe. Patrik, itt van. Meg lehet fogdosni a szakállát is. Tényleg, ez nem ide van szerkesztve, ez tényleg ott van. Szuper! Kinek adom? Parancsolj! Nem tudom, baja. Egyetlen egy hatalmas tapsot szeretnék kérni, mert ez, figyeljetek, Németh Bálint legelső közönség találkozója. Köszönöm édesanyámnak és Bencének. Köszönöm a tegeket. Köszönöm a tegeket. És itt pedig Riebe aláírás van. Jó, ez így. Bevegyétek olyan szögből, ami... Forcos az idő. Bence, hogyha átszakad a papír, így járt. Bence, is jártam már, úgyhogy átszakadt a papír. Képzeljétek el, az Bencevel nagyon rögtünk, én nem voltam hozzászokva, amit alá kellett volna írni, és aláírtam, mint bármilyen üzletét, hogy német, és így aláírtam, és mondta, hogy Bálint, szerinted ki a túró tudja rólad, hogy téged németnek, mert térjünk már át a Bálint vagy Balcsó aláírásra. Úgyhogy Bence, az öreg. Egyébként lehet ez kéne. Köszönöm! Én is kapatok, Domingádi, Bálint, tessék! Laura, mi vagy? Igen, itt. Barátod jó tett. Mi? Mi barátod írod alá? Hát vegyem, ne? Köszönjük szépen, Köszönjük szépen nektek, hogy itt voltatok, hogy eljöttetek, bocsánat. Legyetek jók, tanuljatok, és iratkozzatok fel. Minimum. Mert tanulunk. Ha legközelebb erre járunk, itt a link. Sziasztok! 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 Taxival jöttél! Majdnem elkésztünk, de itt vagyunk, 10 perc!
elmúlt. Igen. Gyere, én is megölellek. Nem jön már? Jó. Miért nem szólt le, miért ide? Pedig már szegények azt mondták, na de jó, hogy elmentek végre. Jó. Várjál még egyet? Ez az! A milyen szép képet csinálják. Sziasztok! Sziasztok! Na, figyeljetek! Menjünk, gyerekek! És elérkeztünk a nap végéhez, ahol a pontozás fog végre eldőlni. Ki áll nyeréssel, ki a második és ki a harmadik. Ugye már csak a holnapi nap maradt hátra, ahol bugizni fogunk, az is nagyon érdekes lesz, ugye a következő részt is nézzétek meg. De halljuk Bálinttól, hogy a mai nap hogyan teljesítettünk. Szóval az idők a következőképpen néztek ki. 2,9-el Straub Dominik sofőr szolgálatával, 2,10 Patrik, 2,29 Dezső Bente, és volt egy ilyen zümögő méhecskénk, az 2,10. Persze, a Timit vittem. De úgy jöttek vissza, hogy mondta a csávó, hogy langzám spacire, tényleg. Bálint, tudod, hol tudtam, hogy spirituálisan mi össze vagyunk kapcsolódva, így az egész team kultúra vezetővel? Amikor egy ennyit eltolt, ő kezdte. Túrjad alatt! Mi meg befejeztük. Én így néztem, hogy... És mondtad, hogy ki az. De, jöp. Na, szóval a mai pontállás így alakul, hogy 36, 35 és 30 pont. Holnap az utolsó nap van, ahogy egy kicsit majd megcsavarjuk a játékot, hogy még az utolsókból is lehessenek elsők. Tartsatok velünk az utolsó részen is, Bence! És a többi videót is nézzétek meg a csatornán. Iratkozzatok fel a csatornán, gyertek át Instagramra, kövessetek be mindenkit, és ne hagyjátok ki a videókat, kapcsoljátok be a csengőt, vagy ne maradjatok le semmiről. Én Dezsömet szerettem volna, Bálint, Szabi, Patrik, Dominik, Rebeka és Timivel. Jó szórakozást a többi videóhoz. Sziasztok! Sziasztok! Yes, sir!